Négy olyan kiváló gyulai polgárra emlékezünk a mai sorsfordulóban, akik túlzás nélkül állíthatjuk, hosszú időre beírták magukat a város képzeletbeli nagykönyvébe. Archív felvételek segítségével egy-egy érdekes epizódot emelünk ki velük kapcsolatban. Úgy is mondhatnánk, vékony ceruzával rajzoljuk meg egy portré vázlatát, mely mögött felsejlik valami az emberből. Felidézzük, hogyan kezdett a fafaragáshoz Siffert Mihály, hogyan szervezte a gyulai úszó és műugró szakágat a város köszörűse Herceg Gábor. Iványi János főorvos büszkén beszélt arról, hogy díszpolgárként Jókai Morral került egy sorba. Domokos György pedig arról az értékrendről szólt, mely végig kísérte őt pedagógusi pályája során. Egy 1998-as felvételen a későbbi kiváló polgár Schriffert Mihály népi fafaragó a Németvárosi Klubban készült interjúban a kezdeteket idézi fel. Ő egy betegség kapcsán nyúlt a régi családi szerszámokhoz, majd több kiállítása nyílt az elkészült munkákból. Hát ez 16 évvel ezelőtt kezdődött a fának a művészeti része, mert előtte, mint parasztember, amit annak kellett, azokat a munkákat végeztem el, a kocsikereket, egyebeket, vetőgépek készítését, akkor ez volt szükség. Később időpontban ezekre már nem volt szükség, és hogy táppénzre kerültem, lebetegedtem, lebénultam. Utána, amikor felgyógyultam, akkor kerültek erre sor, ugyanis akkor le is százalékoltak, és ez egy kellemes időtöltés, sőt a gyógyulásomat jelentette. Ez a munka. Na most, hogy mikor és hogyan is kezdődött ez? Hát itt van ez a könyv, illetve már a harmadik megyen. Ez 1978-ban már kiállításon volt, ez volt az első Gyulán, a Törökzugi óvodában, amikor ez megnyílt. Akkor kezdődött. Na most, hogy mikor kezdtük, mi ezted? Ezt megkezdtük a Békés megyei ipari szövetkezeteknél, ott kezdtük mi ezt, el legelőször is, egy művészeti stúdiót. Ebben voltak a bőrdíszművesektől, fafaragóktól, hímzőktől mindenki. Ez egy nagyon jó kis klub volt, és itt tudtuk egymásnak átadni a tapasztalatokat. Később alakult meg a Békés megyei művelődési klász által, ott is előkerült ez 78-ban, akkor volt először szó erről, az amatőr népművészeknek az elismerése. Ezt már a megyei művelődési központ keretében. Hát utána jöttek a kiállítások, ugyanis egymástól tanultunk abban az időben csak. Fafaragó szakörök, ilyesmik nem voltak. Régi öreg művészektől, azoktól tanulhattunk. Herceg Gábor 66 évig üzte mesterségét, jellegzetes eszperantó téri műhelyében. A köszörűs mesterség mellett több kiváló sportoló került ki kezei alól, amikor az úszó és műugró szakágat szervezte Gyulán. Az iparosok számára az indulási időszak annak idején számos nehézséget tartogatott. Igazi gyulai tulipus. Igazi gyulai. Ha már meg is kérdezem, hogy mi a véleménye Gabi bácsi munkájáról. Hát, szenzációs, ide hordom mindig a kés, de az a baj, hogy nagyon kevés kóstolót hoztam neki, ami ezzel a késsel, disznótorva. Na de ne hízzon el a mester azért, ugye? Annak idején milyen gondolattól választott ezt? Szülői hagyaték volt, mert az édesapám is, úgy igaz, először ő is műszerésznek tanult, én is műszerésznek tanultam végső soron, csak amikor meghalt, akkor úgy alakult a helyzet, hogy
Ezt láttuk jónak tovább folytatni, ezt a szakmát. És ez úgy szóval rám maradt. Nem mondom, hogy én is nem mozdonyvezető akartam lenni, mint a többi gyerek. Abban az időben most már mozdony nincs ugye. Úgyhogy ennek a hatására, mikor édesapám meghalt, akkor nem tudtam, hogy úgy mondjam, egyedül, hogy még akkor nem voltam megtanulva se a mesterséget, vagy nem tanultam meg még a mesterségemet sem, hát elmentem Debrecenbe, dolgoztam egy ilyen késes közülis mesternél, ahol 43-ban elmentem segédnek, illetve dolgozni, és 44 októberéig ott voltam, míg a front el nem vitt bennünket másfele. És itt a köszönős mesterséget aztán itt tökéletesítettem már amennyire, meg azóta a 60 éves gyakorlat. Hát így néz ki ez a mesterség. Sokan... Ki fogja ezt átvenni? Szóval én nem tudom, hogy ez mennyire egyáltalán érdekli. Nem tudom, hogy mondhatok-e, de hát ez nem. Hát miért? Hát ha most én kimegyek már Szentháromság kempingbe, tetszik érteni, akkor mit érdekel engem, hogy most ebben mi lesz? Dr. Iványi János egyik meghatározó egyénisége volt a Gyulai Kórháznak. Hosszú munkássága során a gyógyítás mellett a tudományos munkára is szánt időt. 1999-ben Gyula díszpolgára kitüntetést vehetett át, de 2000-ben életműdíjat is kapott az egészségügyi minisztertől. 2009-ben rögzített bejátszásunkból kiderül, mennyire büszke a város díszpolgára címre. Tudom, hogy egész fiatalon lett főorvos? Valahol. Így van, mert én a klinikán, a belklinikán, ahol először mondom, akire rámutattam, Pürez Béla professzor, ő volt az igazgató, közt őt nyugdíjazták, és a másik oldalon a Hetényi Géza, ott voltam, ott szereztem meg a szakvizsgát, és akkor 55-ben, akkor hát úgy volt róla, úgy volt szó, hogy ő fölmegy Budapestre a prof, és akkor kívül, hogy megy, és akkor én mondtam, hogy professzor, köszönöm szépen a bizalmát, de én megpróbálnék most már önállóan lábra állni, és akkor Jászberényben hirdették meg a belgyógyász főorvosi állást, és azt mondta, hát elmegy, nézd meg, ha nem egy hivatag, akkor gyere vissza, és számolj be, hogy tehetek-e valamit az érdekedbe. Megkaptam az állást, úgyhogy én voltam Magyarország legfiatalabb belgyógyász főorvosa, mert még nem voltam 30 éves, és az elég nagy szó volt. És akkor ott, ahogy ugye a jászokra úgy volt, hogy a hideg hónajú jászok, hogy azok nem nagyon szívesen fogadják minket, nagyon szívesen, szeretettel befogadtak feleségemet is, mindent segítettek, mindent. Úgyhogy ott a kórház egy járási szintű kórház volt. Én ott a klinikai tapasztalatom alapján sok mindent csináltam, megszerveztem orvosi könyvtárat, mindent, tehát tudományos életet, mindent. És akkor jött 1960, amikor az országban a nagy létszámú osztályokat, belgyógyászati, meg sebészeti osztályokat is megfelezték. És akkor itt ezt meghirdették, ezt a helyet, és akkor eljöttem, hogy hát mit szólnának hozzá, hogy hát mit hazajönnénk. És egyből meg is kaptam a kinevezést, úgyhogy én lettem az egyik belosztálynak a főorvosa, és akkor ez a része, ez így indult, vagy így folytatódott. Az éppen azt hiszem, amiatt volt a cukorbeteg gondozásnak elég korán kiterjesztése egész Békés megyére, egységes elvek, egységes szempontok alapján. Hát én jártam elég sok külföldi kongresszuson is előadásokkal ezzel, azzal, tehát egy napra kész voltam ezekkel a dolgokkal.
ez volt, azután szakmailag elég komoly, hogy hívják, jelentett a Batthyány Stratmann emlékére, ez a Batthyány az a Körmendi Kórháznak volt a szemészfőorvosa, és sok érdeme volt, és arra elnevezett, tehát ezt a kitüntetést már azok kapják, akiket úgy ismernek a szakmán belül. Ilyen aztán kiváló munkáért, amit az időben adtak meg, munkaérdemrend, meg ilyesmiket, hát ezeket kaptam én is, de hát ezekre én nem számítottam különösebben, arra viszont tényleg büszke vagyok, hogy hát annak idején azt hiszem, hát nem Kossuth Lajos, de hát Jókai Mór, meg ilyenek után, akik Gyulaváros díszpolgárai voltak, hát ebben a sorban azért én is ott voltam. Szóval így zajlott le a dolog. Azt mondják, hogy aki már nyugdíjas, hát nincs semmi dolog, sokkal több dolgom van, mint annak idején volt, mert hát azért intézni kell ezt, azt, azt, hát hogy ketten vagyunk csak ebben a jó nagy házban, hát a gyerekek egyik Szombathely, másik Szentendrén lakik, aki a Lillinél dolgozik, harmadik az pedig Szegeden, úgyhogy csak ketten vagyunk itten, és hát most már egyre inkább ez probléma lesz, hogy mint adódik, hiszen már a emberi kornak arra a határán járunk, amikor már bármi következhet. De hát egyelőre így van még a dolog. Alig van olyan család Gyulán, melyben ne tanított volna valakit Domokos György. A legendás tanár kezei alatt 57 év alatt számos generáció világképe formálódott. Ő maga nagyon büszke volt arra, hogy soha nem kellett feladnia elveit. Én ezt a kitüntetést személy szerint kaptam, de ez a kitüntetés szól, úgy érzem, annak az értékrendnek, annak a szellemiségnek, amit én, mint diák ebben az iskolában kaptam, emberré válásomhoz, olyan emberré válásomhoz, amellyel én ezt a kitüntetést megérdemeltem, az a katolikus gimnázium nagy mértékben hozzájárult. És én most ebben a gimnáziumban próbálok még ebben az értékrendben, ebben a szellemiségben dolgozni, tanítani. Tanár úr, miért jelent neked Gyulaváros? Tudom, hogy nagyon sokat, de mit jelent mégis most a kitüntetés fényében? Hát Gyulavárosa mindent jelent számomra. Tudnék, én 1924-ben Gyulán születtem, németvárosi iparos családból, és életemet a 5 év egyetemi tanulmány kivételével, amit 45 és 50 között Szegeden töltöttem, egész életemet Gyulán töltöttem el. Ezen kívül őseim, hogy így mondjam, megszakítatlanul több száz éve már itt élnek Gyulán. Én félig német származású vagyok, és félig magyar származású. A német őseim azok 270 év óta törött, szakadatlanul itt élnek, ezt ki lehet a plébániai anyakönyvekből kutatni. A magyar őseim azok is itt éltek, talán egy ősöm Orosházáról származik. Tehát én
tőzsgyökeres gyulainak érzem magamat. Itt tanítottam, közel 50 esztendeje. 2000-ben, ha megérem, és még tudok dolgozni, szeretnék addig katedrán lenni. 50 esztendőt töltöttem el itt 1950. augusztus 12-től 1992-ig az Erkel Ferenc gimnáziumban, és én az Erkel Ferenc gimnáziumban is igyekeztem a mindig lelkiismeretem szavára hallgatva dolgozni, és igyekeztem egy kicsit biblikusan fejezem ki magamat, a rám bízott talentumokkal jó sáfárkodni.